Luther tényleg írt énekszövegeket is, és még zenét is szerzett. Aki már járt, pláne ha rendszeresen jár evangélikus istentiszteletre, éneklés közben szembesülhetett vele, hogy teológiai művei mellett Luther Márton énekszövegeket is írt. De hogy pontosan mennyit? A reformátor megszámlálhatatlan mennyiségű tanulmányt, értekezést és könyvet írt, emellett prédikált és zenét is szerzett. Az evangélikus énekeskönyvben 26 általa jegyzett éneket találunk. Luther egész életében hangsúlyozta és nagyon fontos feladatának tartotta az evangélium hirdetését és magyarázását. És ma már köztudott az is, hogy nem akart új egyházszervezetet létrehozni, azonban a választófejedelmek szorgalmazták, hogy minél részletesebben fejtse ki tanítását a reformáció értékeinek megszilárdítása érdekében. Luther a gyülekezetekben tett látogatásai során megtapasztalta, milyen nagy szükség van az alapvető teológiai kérdések tisztázására, például a keresztség, a gyónás és az úrvacsora témájában. Az egyszerű népnek szánt tanítását a kis KT-ban, a keresztelési könyvecskében és az esketési könyvecskében foglalta össze. Luther a kis KT előszavában azt írja, hogy aki ezeket nem tudja kívülről, az nem nevezhető keresztjénnek. Te ismersz olyan éneket, amit Luther Márton szerzett? Írd meg kommentben!